Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Csabrendeken a Hősök emlékkövénél tartották a megemlékezést az ünnepi szentmisét követően. Köszöntőt Menyhártné Tanai Edit önkormányzati képviselő mondott. A műsorban a helyi felnőtt színjátszók, Szilágyi Franciska citerás, valamint a Darvastói Művészeti Csoport tagjai szerepeltek. Éj, hát hazám még! Sok fiad bár érted sírba rogy, lehet, hogy népek kezén Isten almája vagy, kit fölszelnek a nagy idők, de mégis magot áld. Lehet, hogy most mind elveszünk, de boldog lesz a világ. Csabrendeken a felnőtt színjátszók elevenítették fel a korabeli hangulatot, megidézték a forradalom főbb eseményeit. Szép hősi sors! Sírkünkre hát az örök nagy kurucát faragjátok majd, aki itt karóba húzva pipált, hogy idézzék árva füstjét a kósza fellegek, mik éget hazánkról szállva járnak a világ felett. Szép számmal gyűltek össze a nagyközség által szervezett megemlékezésen az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján. Hőseink példái erőt adnak a mindennapi megpróbáltatások során, kezdte gondolatait Menyhártné Tanai Edit önkormányzati képviselő. Nemzeti ünnepeink a magyarság sorsában meghatározó jelentőségű dátumok, emelte ki. Ez az értékrend 1000 éve meghatározza életünket. A szabadságvágy, mely forradalmaink során előtört és tettekben is megvalósult, biztató és biztos jövőt jelent a következő generációk számára. Bár a forradalmak elbuktak, népünk szabadságszerető nemzetként vonult be a világtörténelembe. A magyarok szívében történelmi jelentőségű volt az 1956. október 23-a. Mint nemzeti ünnepünk mára már a közéletben is méltó helyére került. Feladatunk, sőt kötelességünk az emlékezés. Ma már a történeti források alapján egyre tisztább a kép, amit látunk magunk előtt, 1956 minősítése egyértelmű, fogalmazott az ünnepi szónok. Nehéz éveket élt át a nemzet, amikor 1956. október 23-a reggele virradt hazánkra. Iszonyatos terhek, megpróbáltatások és a zsarnokság fájdalma uralta az országot. A magyar nép ítéletet mondott az elnyomásra, ugyanazt az igazságot mondták. Az elkeseredettség, a hit, a lélek ereje irányított, valamint az, hogy létezik egy másik, szemmel nem, csak szívvel látható Magyarország, ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, és bizalommal fordulnak egymás felé. Mintegy 3 évtized múltán érkezett el az az idő, amit az 56-os hősök vágytak. Külön kiemelte Menyhártné Tanai Edit az ünneplés kapcsán 1989. október 23-ának történéseit. Ezen a napon a déli harangszó után a Magyar Köztársaság megbízott elnöke, Szűrös Mátyás a parlament erkélyén kikiáltotta a köztársaságot. 1990-ben történt a köztársaság első demokratikus országgyűlésének, kormányának, köztársasági elnökének, valamint a tanácsokat felváltó önkormányzatok megválasztása. Hordozzuk szívünkben 56 hőseit, zárta gondolatait Menyhártné Tanai Edit, tetteikből merítsünk erőt az összefogáshoz. A 67 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc számukra egyértelműen azt jelenti, hogy emelt fejjel lehetünk magyarok. Emelt fővel vállalhatjuk múltunkat, nemzeti hagyományainkat és kultúránkat. A köszöntőt követően a Darvastói Művészeti Csoport tagjai színdarabot adtak elő. Halljad, Isten, halljad utolsó szavamot, s utolsó szavamban minden fájdalmamat. Halljad füleiddel szívemnek sírását, szerelmes véremnek háborgó zúgását. Verd meg örök haláloddal, akik háborút indítnak, verd meg pokol kinnyeival, akik népeket zúdítnak. Verd meg az esüket, kik a háborút a földre kitalálták, verd meg a szívüket,
kik a szeretőket egymástól megfosztják. A megemlékezés a hagyományoknak megfelelően koszorúzással ért véget. Fejet hajtottak a hősök emlékköve előtt az önkormányzat vezetői, valamint a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői. Az eseményt Szilágyi Franciska előadása még inkább emelkedettebbé tette. Míg szól a dal 56 év, míg szívünk dobog 56 év.